Na, sziasztok! Beszéltünk a múltkori videóban erről a fantasztikus túráról, amit igazából kihagytunk volna legszívesebben. A jó hír az, hogy viszonylag jól tudtuk le ezt az egészet. Majd mindjárt Dani elmondja. Eddig minden rendben van. Az én álláspontomat azt hallottátok. Itt vagyunk már lassan egy hete. Borzasztóan sokat költöttünk el erre az egész repülőjegyekkel mindenre együtt. Nekem unalmas volt, ez talán nem a legjobb, hanem izgalmas volt. Borzasztóan izgalmas volt. Nekem ugye kevésbé volt tétje, Daninak volt itt a tét leginkább. Tehát nekem biztosan más volt felfogni, de halljuk Danit, hogy ő hogy látta ezt az egészet, hogy volt elégedett itt a dolgokkal, meg úgy mindennel. Ja, hát valójában én csak tengtem, lentem a levegőbe, a háttérbe zajlott a munka. Klári otthon több ügyintéző, mármint Szumbán több ügyintéző volt folyamatosan azon, hogy megoldják azokat a lehetetlen, beszerezhetetlen papírokat. 8 ember dolgozott rajta. Egyszerre párhuzamosan ennyien dolgoztak csak azon, hogy teljesítsék a hivataloknak az igényeit. Majd este ment még tovább a telefonálgatás, nem tudom, hogy milyen szálakat mozgattak meg pontosan Zoli és Klári itt a háttérbe. A vége az lett, hogy ma, mint egy szombati nap, a hivatalt kinyitották nekünk, és ott a vízumom szeptemberig elintézve. Ehhez nekem semmi közöm nem volt. Tehát nem csak, hogy hozzáadni nem tudtam az egészhez, tehát mint egy ilyen kis valami az éterbe, ott álltam, nem nagyon tudtam, hogy mi történik. Gyakorlatilag a hivatal önmagában már egy szürreális hely itt. Tehát amikor az ügyintézőnk, a legfőbb ügyintéző, aki ezzel foglalkozik éppen, hogy minket szopasson, a semmiből nekiállja és vasalja a haját. Majd hajvasalás közben látom, hogy odaérkezik hozzá az útlevelemmel együtt a mappa, kinéz, mutogat valamit, visszacsukja, visszaadja az ügyintézőnknek, vasalja tovább a haját, majd ezután, ha minden igaz, a 8 ember megint elkezdett futkosni, és talán egy név előtt kellett kiavítani egy papíron, de ez hosszú órákba tellett. Tehát, ha nincs ennyi ember a háttérben, ha nincsen meg Zoléknak ez az összes kapcsolata, fogalmam sincsen, hogy hogyan zárulhatott volna. Tehát itt önállóan semmi köze nem lett volna az egész témához, hogy bármit el tudjak intézni. Tehát talpra esett gyerek vagyok, láttam egyes mást a világba. Ez higgyétek el más, mint beletenni a 20-asta forgalmiban a műszakinál. Ez egy picit más kategória. Na, 8 ember dolgozott a háttérbe velünk együtt. Vízumügyintéző, ügynökök, kormányzó, politikusok, úgy tudjuk, Kupangi, az nem tudom, az is valami kormányzó, az a... Óraszakértők. Óraszakértők is voltak. Igen. És a végeredmény az lett, ami számunkra is kb. Csoda kategóriába ment, hogy szombaton az immigráció fölött lévő hivatalnak a vezetője, akinek innen is szeretnénk megköszönni a segítségét. Ő a szabad napján bejött, kinyitatta ezt a hivatalt. Bementünk, visszaadta az útlevelet, aláírtuk a papírokat. Mondjuk nem is tudjuk, mi volt a papírokban, mert nem tudtuk lefordítani. Útlevelet visszakaptuk, az a lényeg. Úgyhogy lehet, hogy eladtuk a félmeséjét Daninak időközben. Igen, ez egy meredek dolog. Barátságban elváltunk, úgy gondolom. Mondták, hogy jönnek Szumbára és majd meglátogatnak. Úgyhogy szeretettel várjuk őket. Nem tudok ettől többet mondani. Erről viszont kellemesen zárult le így. De még egyszer, itt mi, aki mi meg tudtunk mozgatni, szerintem mindenkit megmozgottunk. Olyan szinten, hogy elég magas szinten is.
próbáltuk azt csinálni, hogy Dani ne érezzen ebből az egészből túl sokat, hát sikerült is. Tehát Dani kb. Mint egy szobapáfrányt ide raktuk, meg oda raktuk, és neki annyi dolga volt, hogy itt üljön, meg ott üljön. És a háttérben mindenki rohangált. Mondja azt még valamit, Dani? Ezt így hallom gyakran a beszélgetésekben, amik így Zolival megkeresitek. Dolgozni itt más jelent. Tehát az, hogy én most egy ilyen pozícióba eljöttem dolgozni a resortba, ez szürreális munka, amit, hogy ezt a vízumot megszerezzük úgy, hogy ez minden hivatalosan legyen. Itt tényleg nem éri meg abba gondolkodni, hogy most kijön az ember és neki áll dolgozni. Sumákba. Tehát nálam úgy, hogy minden papír megvolt már folyamatban volt a kitaszom, már tavaly elkezdtük a kitaszomat. Ennek ellenére ott volt az esély arra, hogy akár börtönbüntetéssel, vagy egy szürreálisan magas pénzbírsággal. 5 év, vagy 12,5 millió forint. Egyszerűen csak valakinek a jó indulatán múlott. Na most az, hogy valakinek ez a jó indulata ebbe az egész bürokratikus, nem is láncnak tudnám nevezni, mert ez nem egy lánc, mert egy teljes katyvasz. Ebbe az egészben valahol valaki szerencsére úgy döntött, hogy rendben, mert hogy Zoliék ekkora befektetők, ők szeretnék, hogy én itt legyek. Elfogadták. De ebben az is ugyanúgy benne volt, hogy valakinek éppen nincsen jó indulata. Valaki úgy bal lábbal kell föl, aztán azt mondja, hogy nem. Mert hogy van egy kvóta, amit be kell mutatni, hogy rendben, akkor itt a fehér, akit most éppen megtudunk, és akkor megvan a évi 3, akinek éppen itt kell járnia. Közben mi időközben ugye megmozgattunk Szumba kormányzóját, megmozgattuk Kupán kormányzóját, megmozgattunk nagyon-nagyon sok olyan szálakat már a magyarországi milyen centrum, hogy a biznisz centrum, vagy mi az. Attilaik is írtak már egy levelet, hogy igenis mi elég sokat tettünk az indonéz gazdaságért, tehát export-import kereskedelem területén, ugye a Valicraft Market Hungáriának köszönhetően. Megmozgattunk itt olyan embereket, akik már tényleg ne tovább, már fölöttünk már szerintem már csak a jóisten lett volna, vagy Djokovic az elnök. Így sikerült megmentenünk Daninak a seggét, úgymond. Mindenki döntse el. Nagyon sokan kerestetek meg úgy, hogy majd ők felépítik a házat maguknak. Én mindenkinek elmondtam, hogy ne, persze jogodban áll, tehát azt csinálsz, amit te szeretnél, de mindenki tényleg óvaintak attól, hogy kitesz nélkül, munkavállalói vízum nélkül kezdjen el bele bármiféle munkába. Hál' Istennek most már ismerjük azokat az embereket, akikhez lehet ilyen kérdésekkel fordulni, ilyen problémával fordulni, többek között a Viktor, ugye? Rudi, bocsánat. Tehát a Rudi, aki ennek az immigráció fölött lévő hivatalnak ő a főnöke, és mondta, hogy bármiben tud nekünk segíteni, bármi ilyen jellegű problémánk van, akkor azonnal szóljunk és forduljunk hozzá. Ez egy nagyon-nagyon nagy segítség számunkra, úgy érzem, és biztos vagyok benne, hogy élni is fogunk ezzel a lehetőséggel. Bármikor, amikor jönnek Szumbára, akkor ugye szívesen látjuk őket, meg próbálunk mi is úgy állni a dolgokhoz, ahogy ezt a jó nevelés diktálja. De innentől kezdve bárki szeretne jönni, én azt ajánlom, hogyha munkával kapcsolatban bármi felmerül, akkor, és velünk akar dolgozni együtt valami útnál fogva, akkor közösen eljövünk ide, szerintem leülünk a Rudihoz, és akkor elmondjuk neki, hogy mit szeretnénk csinálni, és hogy milyen lehetőségek vannak, hogyan álljunk neki ennek az egésznek. Másképpen nem lehet. Velünk nem volt probléma, ugye nekünk befektetői kitaszunk van. Én kijelentettem azt már a kormányzónak is, hogyha ez nem úgy fog elsülni, ez az egész, akkor én fogom ezt az egész befektetést is elviszem Szumba Timurról, tehát NTT-ről, és áthelyezem a székhelyemet, ennyi lett volna egyébként, ha áthelyezem a székhelyemet, akkor oda adózok, és innentől kezdve nem vagyok hajlandó ilyet csinálni.
hogyha ha nem úgy, tehát ha véletlenül úgy érezzük, hogy méltatlanul végződik ez az egész, vagy nem úgy bánnak velünk, nem ez lett a helyzet. Szóval hát megköszönték tulajdonképpen, hogy ilyen befektetéseket eszközölünk itt, látták, leellenőrizték a céget, megnézték, hogy dolgozunk-e, megnézték, fényképeket kértek, kimentek emberek, akik megnézték, hogy tényleg minden működik. Na most ilyenkor szoktam azt mondani, hogy van ez a cég, amivel kerestek engem hetente, hogy van valami weboldala, semmi nincs mögötte, az én videóimmal hirdette magát, hogy tőlük érdemeset el kell venni, hát döntsétek el. Majd ha nekik is lesznek ilyen videóik, meg ha nekik is lesznek ilyen ellenőrzéseik, és százszor benéztek már a gatyájuk aljába, és mindent rendbe találtak, az már azért jelent valamit. Az már azért szerintem elég sokat jelent. És nagyon szépen köszönjük Lárikámnak, hiszen ő volt az, aki bármilyen papírt kértünk tőle, azonnal küldte Szumbáról, bármilyen papírt be kellett szerezni, azonnal beszerezték, vagy Szumbáról, vagy Szurobáj, vagy innen-onnan. Mondd eszem még valamit, Dani. De szerintem igazából benne volt minden, így a mondanóban. Izgalmas pár nap volt mindenképpen. Tehát így tengeni a levegőbe, úgyhogy nem tudod, hogy mi lesz ebből. Nem hiányzik ez senkinek se.